Kedves nézőink, a természetbarát mai vendége ismételten Szárnyasi Mihály, vadgazdálkodási mérnök, aki a Magyar Vadászati Kamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságnak tagja. A múltkor nagyon jót beszélgettünk arról, hogy hogy fér meg egymással az állatvédelem és a vadászat, hiszen azért a vadászok megölik az állatokat, akár hogy is fogalmazunk, de ez így van. Folytassuk szerintem ezt a témát egy picit, és azért nézzük meg ennek a hobbinak, ennek a nem is tudom minek a szépségeit. Kezdjük mondjuk most azzal, hogy nemrég ért véget a vadászok, halászok, természetvédők, pontosan most már inkább horgászokról beszélhetünk, azt hiszem, mert a halászat az megszűnt, a horgászoknak, a természetvédőknek a nagy találkozója a Fehova. Ti is kint voltatok. Mit lehet tanulni egy ilyen kiállításon, egy ilyen szakvásáron, azon kívül, hogy rengeteg fegyver van kint is, eszköz? Hála Istennek nem csak a fegyver, meg a távcső, meg az egyéb technikai eszközök azok, amik képviseltetlen vannak ezeken a kiállításokon, hanem az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és egyébként a minisztérium is minden évben törekszik arra, hogy egy komoly kiállítás legyen ott, ahol a gyerekek meg a felnőttek meg tudják ismerni, hogy milyen vadfajok élnek hazánkban az egyes földrészeken. Azon kívül minden egyes ilyen Fehova kiállításon, ugye vadászmadár bemutató, ugye solymok, ölyvek, mondjuk azon nem annyira vadásznak, de solymok, ölyvek, sasok, baglyok, tehát mindenféle olyan ragadozó madarat lehet látni, amit egyébként a természetben azért vajmi ritkán látunk test közelből. Azon kívül a kutyások is megtalálták a számításukat, mert szinte folyamatosan kutyakiállítások és versenyek voltak. Úgyhogy én rendkívül hasznosnak tartom, magam is részt vettem egy-két ilyen kis idegenvezetésnek, mondjam, nem idegenek, mert gyerekek. Egy-két ismerősöm csemetéjét vittem végig ezeken a kiállításokon, illetve ezeken a részeken, és nagyon érdeklődőek voltak az állatokkal kapcsolatban. Például az anyagok, ugye az agancsnak az anyaga, a szarvnak az anyaga, az elefántcsont, ezek mind rendkívül érdekesek a gyerekeknek. Ezek szerint sokan jöttek gyerekek is. Igen, sok gyerkőc jött ki. Hát nekik azért ez egy kicsit ilyen unalmassá is tud lenni, de pont ez a kiállítás lényege, hogy nem csak a vadászok találják meg ott azt, amit keresnek, hanem a feleségek, illetve a gyerekek is. Még egy dolgot szeretnék róla elmondani, hogy rendkívül hasznos az, amikor szinte az összes kiállító, tehát az összes olyan márka, vadászbolt, fegyvermárka, képzőművész, tehát például ugye a vadászatról, nem tudom, hogy tudják-e a kedves nézők, hogy nagyon sok művészeti ág kapcsolódik a vadászathoz, a festészet, a gasztronómia, az irodalom, ugye, hogyha csak Széchenyi Zsigmondra, Fekete Istvánra, Molnár Gáborra és a többi híres vadászíróra gondolunk. De még a zene is. A zene is így van, illetve például ékszerkészítés, tehát ilyen vadász ékszerek készítése, és ezek ugye, ami a férfiakat mondjuk inkább a fegyverek meg a távcsövek érdekelték, a hölgyeknek is volt program, illetve hát szerencsére a hazánkban nagyon sok olyan képzőművész van, akik világszínvonalon művelik a tevékenységüket, például Prihoda Judit, festőművész, Borosz Zoltán, Kun Edit, ők mind-mind fantasztikus tehetségek, és érdemes megnézni a képeiket egy-egy ilyen kiállításon. Vadászati gasztronómia is érdekes lehet azért a mindennapi embernek. Így van. Azt hiszem, a múltkor említettük, vagy beszéltünk róla, hogy én is elég sok vadhúst eszem. A vadhús egy bioétel. És az, hogy nem állattartó telepeken tartják bezárva őket, hanem a szabad természetben élnek és ott táplálkoznak, az egyfajta egészséges létet kölcsönöz a vadaknak. Ugye a vadakat minden esetben, ha más nem, akkor mi megvizsgáljuk, ami után elejtettük, és ezáltal tudjuk azt is ellenőrizni, hogy a vadállomány éppen milyen egészségi stádiumban van. Tehát, hogyha olyan dolgokat látunk a belső szerveken, amik gyanúsak, akkor tudunk egyből a vadászati hatósághoz fordulni és jelenteni azt, hogy valami probléma van az állománnyal. A vadhús pedig maga nem annyira rendszeres fogyasztásra, tehát nem azt mondom, hogy minden nap vadhús tegyünk. De nem is nagyon lehet, amilyen árakban. Igen, valóban. Drágább, mint az általános hús. Viszont kiegészítőnek egy-egy egészséges és jó ízű és kiadós társasági eseményen rendkívül jók szoktak lenni a vadételek, igen. Én magam is nagyon szeretem, imádom a fátszállevest,
megvan a saját kis receptem, illetve a szarvas és a vaddisznóból készült ételeket is nagyon szeretem is. Horgászol is, és most a felhomán horgászok is voltak kint, meg ki is állítottak. Nem tudom megállni, hogy most elkérdezze meg a véleményedet arról, hogy ugye most szóba került, hogy az iskolákban akár oktatási szinten előadják a gyerekeknek a horgászat lényegét. Mi a véleményed erről? Hát, ugye, ezt Áder János köztársasági elnök úr tollából vagy gondolataiból hallottam én is a napokban. Azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos az, hogyha mondjuk a fiatalokat kicsábítjuk a természetbe. Hogyha ez az egyik módja, akkor ez egy hasznos dolog. Lehet, hogy én azt, nem lehet, ez biztos. Én azt gondolom, hogy a hazai vadfajok megismerése, az ő életterük, az ő életkörülményeik, a egészségi állapotuk, az állományuk, a táplálkozásuk, a hasznos vagy káros voltuk, lehet, hogy egy talán egy picit fontosabb, mint a horgászati ismeretek, de hát a köztársasági elnök úrral nem fogunk vitatkozni, úgyhogy ha szívügyének érzi, akkor hajrá. Viszont én azt gondolom azért elsősorban, hogy a horgászat mint olyan nem feltétlenül kapcsolódik annyira szorosan a természethez, mint a természetvédelem, a vadgazdálkodás, a vadvédelem. De támogatom az a dolgot. Hát nem tudom, én horgászni szoktam, vadászni semmiképpen se, de azt gondolom, láttam sok-sok gyereket a parton pecázni, hogy aki, az a gyerek, amelyik leül horgászni a partra, az végül is nem a kocsmákba szokott kikötni, nem nyúl anyaghoz és nem randalírozik. Aki ezt egyszer megszereti, az a természetet is szeretni fogja. Értsek egyet a saját példámon, mert én 10 éves korom óta én is horgászom, és valóban teljesen igazodok neked. Az, hogy mennyire fér ez bele az iskolai tanyagban, az amúgy is leterhet diákoknál, az hát már egy külön. Pedagógiai kérdés, azt már nekik kell eldönteni. Ez így van. Beszéljünk egy picit másról. Hál' Istennek Újpest gazdag, mert van saját erdeje, a Farkas erdő. Most már lassan itt van a tavasz. Mire kell figyelni a látogatóknak az erdőben? Mi történik most egyáltalán ilyenkor, mikor ébredezik a természet? A tavasz az a mindenféleképpen a természet ébredése. Ugye Homoki Nagy Istvánnak volt annak idején a filmje, a 12 hónap az erdőn, és abban is nagyon jól szemlélteti ugye a tavaszt. Ez tulajdonképpen a reprodukciós időszak. Ugye a vadállomány szempontjából ez rendkívül fontos, hiszen ilyenkor nyugalmat biztosítunk a vadaknak, a vadállománynak. Ez az időszak, ez a február végétől mondjuk április végéig, de igazából ezt azt már mondani, hogy ez a nyár végéig tart. Ilyenkor beszüntetjük, vagy inkább azt mondom, hogy minimálisra csökkentjük a vadászatot, az erdők zaklatását, hiszen március-áprilisban jönnek a költöző madarak vissza ebbe a térségbe. Az erdei szalonka átvonul Magyarországon, ez egy mindig rendkívül fontos a vadász ember életében, ez az erdei szalonka hozza nekünk a tavaszt. És amikor állsz kint az erdőn és várod az erdei szalonkát, akkor egy fantasztikus fennkölt érzés van, mert igazából nem azért vagy kint, hogy te most elejts egy madarat, hanem az, amikor érzed azt, hogy sóhajtozik a föld és elkezd a tavasszal együtt sóhajtozni, és olyan illat van a levegőben, ami a nyíló virágok, meg az ébredő erdőnek az illata, ami semmi máshoz nem hasonlítható. És akkor az ember úgy érzi, hogy kint van a templomban. Azon kívül ugye rendkívül fontos az, hogy ha kint vagyunk a természetben, akkor van egy mondás. Azt mondják, hogy mikor valaki hangoskodik, ugye a gyerekeknek szokták mondani, hogy ha kint vagyunk a pusztában, meg kint vagyunk az erdőben. Hát az erdőben, meg a pusztában még csendesebbnek kell lenni, mint a városban, hiszen ott nincs zaj. Ha a természetben akarunk olvasni, hogyha meg akarjuk érteni, akkor mindenképpen csendben kell lennünk, vagy legalábbis nem hangosnak. És amikor csendben vagyunk, és egyé tudunk válni ezekkel a dolgokkal, akkor értjük meg, akkor látjuk igazán ezeket az értékeket. A április, inkább azt mondom, a májusban születő őzgidákat, a malacos kocát, amelyik vezeti a kis csíkos malacokat, ilyenkor békén kell hagyni, amikor kirándulunk az erdőben és ilyennel találkozunk, akkor szép csendben inkább húzódjunk hátra. Annál is inkább, mert mondjuk egy malacos koca, amely természetesen védi az utódait, az rendkívül veszélyes is tud lenni, hogyha mondjuk egy kiránduló csapatba belekerül. Ugye nem feltétlenül támad, de mondjuk, hogyha elszágult mellettünk egy vaddisznó konda, vagy rajtunk keresztül, az nem biztos, hogy mindenkinek jót tesz. Azon kívül nagyon felhívnám mindenkinek a figyelmét a védett növények
védelmére, mert ugye ilyenkor az erdő tele a hóvirággal, ibolyával, még mondjuk egy picit az majd később, és ezek is fontosak, hogy az erdő értékeit őrizzük meg, és ne szakítsuk le, hiszen akkor. Hát arról nem is beszélve, hogy iszonyatos összegű bírságokat szabnak ki most már egy-egy hóvirág betépésére és védett növényekért. Azzal egyébként én is maximálisan egyetértek veled, hogy például erdőben a felesleges zajongást én egyszerűen környezetszennyezésnek tartom. Tehát azért az ember kimegy oda, vendégségbe megy, akkor miért kéne megzavarni az ott élőket. Milyen viselkedésforma az, ami az erdőben szerinted kötelező, amikor kirándulni megy valaki? A tisztelet a legelső dolog, én azt gondolom. Tehát a természet az egy olyan összefüggő rendszer, amit nekünk mindenféleképpen tisztelnünk kell, hiszen működik nélkülünk is. Tehát a természetnek ugye azt hiszem a National Geographic-on, hogy valahol van egy ilyen, hogy a természetnek nincs szüksége laptopra, nincs szüksége határidőkre, nincs szüksége elektromos áramra, tehát nagyon-nagyon sok mindenre nincs szüksége. Ő szépen működik egy rendszer, szépen működik magától, amikor nagyon jól mondtad, hogy mi tulajdonképpen vendégek vagyunk ott. Én azt gondolom, hogy akik aktív természetvédelemmel foglalkoznak, azért több, mint vendégek, hiszen a vendég az nem szokott általában nagyon belefolyni az ottani rendszer életébe. Mi azért belefolyunk, de remélem, hogy mindenki érzi és tudja, hogy ez abszolút hasznos mértékben történik. Tehát megpróbáljuk megakadályozni a környezet és természetszennyezést, megpróbáljuk megakadályozni az illegális favágást, a védett állatok, védett növények pusztítását. Úgyhogy... Hát gondozzátok is azért az állatokat. Milyen feladatok vannak ilyenkor tavasszal? Nem csak tavasszal, ez egész évben van. Az állatok takarmányozása az rendkívül fontos. Ugye vadakat is takarmányozzuk. Ugye egész évben vannak szórók, sózók, amelyek üzemelnek, mi úgy mondjuk ezeket. Ugye amiket a vad váltókon úgy hívjuk azokat a kitaposott utakat, amiket a vadak használnak, ők eléggé tudják ezeket a szabályokat, vadváltónak hívjuk ezeket, és ők ezeket betartják, és ezeket meglátogatják. Ugye például a szarvasnak a só igényét azt ilyen sózókon szoktuk segíteni, ugye ez fontos, hogy a kálcium bejusson a szervezetükbe, és ezen kívül pedig főleg télen a takarmányozás, amikor ugye nincsen természetes táplálék olyan sok az erdőben, akkor kukoricát, búzát, egyéb takarmányokat viszünk ki az erdőbe azért, hogy biztosítsuk azt, hogy jó kondícióban, jó életfeltételekkel éljék túl a telet. Nyáron pedig nagyon fontos a vízutánpótlás. Ugye akkor, amikor mondjuk mostában azért elég szélsőséges nyaraink vannak, és előfordul, hogy 2-3 hétig nincsen eső, és 30-35 fok van, ezekben az időszakokban mi rendszeresen járunk ki, és töltjük fel vízzel a dagonyákat azért, hogy a vad tudjon egyrészt inni, másrészt pedig ugye az elengedhetetlen a dagonya, az elengedhetetlen a rovarok elleni küzdelemben, ugye, hogy belehenteregnek a sárba, és akkor ezek a legyeket, a szúnyogokat, ezeket távol tudják maguktól tartani. Úgyhogy van dolog, és mindamellett meg kell védenünk a mezőgazdasági területeket. És azt pedig pont a vadaktól. Ugye a vadnak van egy olyan tulajdonsága, hogy ő igazából nem válogat. Tehát ő megeszi azt is, amit mi kiszórunk neki, meg megeszi azt is, amit elültettünk, és aztán várjuk, hogy majd ebből lesz a kukorica. Úgyhogy ennek a védelemnek is nagy jelentősége van. Ezeket többféle módon lehet véghez vinni. Egyrészt a vadállománynak, amúgykor azt hiszem beszéltünk róla, a vadeltartó képesség fogalmával kapcsolatban, a vadlétszám szabályozásával. Tehát, hogy azon a területen annyi vad legyen, amennyit az a terület képes elbírni, elviselni, anélkül, hogy nagy kárt szenvedne. A másik pedig az, hogy azért folyamodunk vadriasztószerekhez, ezek vannak különböző olyan kémiai anyagok, amiket rákenve fatörzsekre, kövekre, ide-oda-amoda, a vadnak olyan szaganyagot biztosít, ami taszítja, illetve vadvédelmi kerítésekkel, tehát villanypásztorokkal, fémkerítésekkel próbáljuk megvédeni ugye mezőgazdasági termelők terményeit, hiszen az emberiségnek nagyon nagy szüksége van arra, hogy kenyeret süssön meg, hogy kukoricát egyen meg hogy... Meg például, hogy közlekedjen, mert ugye az utakat is védeni kell. Hát az utakvédelme az egy érdekes dolog, ez egy elég hosszú téma, és nagyon sok jogász, meg ügyvéd, meg vadászati szakember vitatkozik
róla. Én azt gondolom, hogy azt, amikor ki van téve ez a vadveszélyt jelző tábla, hogy az ugrószarvas szoktuk látni, és akkor alá mondja, hogy fácánok, és akkor jókat nevetünk rajta, hogy így néz ki egy fácán. Ezeket érdemes ezeket a vadveszélyt jelző táblákat abszolút figyelembe venni, hiszen két dolog lehetséges. Tehát vagy az van, hogy olyan időszak van, amikor a vad valamiért figyelmetlenebb, elfoglalta. Például július második felétől augusztus közepéig, vagy augusztus végéig az őszbaknak van a nász időszaka. Az őszbak ebben az időszakban, amikor a suta fogamzóképes, és ugye ezt úgy hívjuk, hogy üzekedés az őszbaknál, ebben az időszakban nem lát, nem hall. Tehát olyan szinten figyelmetlen, és például a legtöbb vadütközés őzzel az ebben a nyári időszakban történik. Vagy például a vaddisznó esetében az éjszakát nagyon érdemes figyelembe venni, tehát hogyha mondjuk éjfél környékén vagy sötét éjszaka autózunk át mondjuk a Nassau-hegységen és ott az utakon, akkor érdemes ezeket a táblákat figyelembe venni és lelassítani és óvatosan menni, mert nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy ilyen 30-40 disznó egyszer csak fogja magát és vált az úton, és ezekben az esetekben régen úgy működött a dolog, hogy a vadásztársaságoknak volt egy biztosítása erre, és a vadütközést a biztosító állta. Aztán a biztosítók, én azt gondolom, hogy rájöttek, hogy ez nem feltétlenül egy jó dolog, és olyan üzletileg, és olyan magasra emelték ezeket a biztosításokat, hogy a vadásztársaságok ezeket már nem tudták kezelni, és most azt mondják, hogy mind a kettő nek van felelőssége, tehát a vadászatra jogosultnak is, meg a károsultnak is van felelőssége. Nem igazán rendezett jogilag még ez a helyzet, úgyhogy én azt mondom, hogy sokkal, azt mondjuk ugye, hogy vitát akkor nyersz, hogyha elkerülöd. Ez is egy olyan dolog, hogy ha nem ütközünk, akkor se a vadállománynak, se az autónak nem lesz baja, se nekünk. Óvatosan legyünk. Végezetül egy témám maradt, ugye a múltkori beszélgetésünk az állatvédelem és a vadászat kapcsolatáról szólt. Ez most február 20-án volt egy óriási nagy tüntetés a Kossuth téren, az állatkínzás ellen, a rossz állattartás ellen. Van erről véleményed, mint vadásznak? Azért ott elég sokan gyilkos kiáltottak a vadászokra. Igen, és én is találkoztam például a Facebookon egy olyat, Öld a vadászt című oldallal, tehát egy pillanatra így megálltam, és nem is igazán értettem. Igen, van véleményem róla. A fogalmakat érdemes azért itt tisztázni. Tehát ugye a vadászat az egy vadon élő állatnak a jogszerű, ez nagyon fontos, egy jogszerű, minél gyorsabban és minél kíméletesebb módon történő elejtése. Ezt én abszolút nem állatkínzásnak tartom. Az állatkínzás fogalmában én azt tartom, amikor az ember, használjam ezt a kifejezést? Egyén. Az talán. Egyén, igen, köszönöm szépen. Tehát amikor az egyén az állat szenvedését élvezi. Mert hogy gyakorlatilag ez van, így van. Mi az elejtés örömét azt érezzük, ezt elismerem, de az állat szenvedését azt minél rövidebb időre szabjuk. Pontosan azért használunk olyan fegyvereket, olyan eszközöket, amelyek ezt biztosítják. Múltkor beszéltünk róla, hogy nekem is volt kutyám, imádom a macskákat, nem szeretem azt, hogyha az erdőben kim vannak, de egyébként az állatokat szeretem. Én azt gondolom, hogy a vadászok szeretik az állatokat. És ők is ugyanígy fellépnek az állatkínzás ellen, hiszen ez két teljesen különböző dolog. Gondolkodtam rajta, hogy mivel lehetne ezt jól összehasonlítani, tehát hogy a vadászat, illetve az állatkínzás. Tehát én azt gondolom, hogyha mondjuk egy hentes a munkájának él, és ugye megtörténik az a disznóvágás, vagy a csirkét megöli, és ezt hivatásszerűen csinálja, és tudja, hogy ezt miért kell tennie, hogy ennek az az oka, hogy ő neki ezt meg kell tennie, ezáltal tud megélni, ezáltal tudsz te, meg én, meg mindenki húst tenni. Az egy dolog. De hogyha az a hentes, az hosszabban, kíméletlenebbül és élvezve teszi azt, amit tesz, ugyanazt a tevékenységet, akkor az egy másik kategóriába esik át. Én azt gondolom. És biztos vagyok abban, hogy a vadászok zöme az ugyanígy az állatkínzás ellen van. Itt azt kell tulajdonképpen tudomásul venni, hogy a vadászati tevékenységre arra szükség van. Szükség van vadállomány szabályozás szempontjából, szükség van
bevételi forrás szempontjából. Ugye tudjuk, hogy a vadászat az egy a gazdasági, mai magyar gazdaságnak egy nagyon jelentős bevételi forrása. És szükség van a kontroll miatt, tehát például a vadbetegségek, a mezőgazdasági vadkár csökkentése. Tehát nagyon-nagyon sok minden miatt szükség van. Ez abszolút nem mostanában összejön ezt az állatkínzással, meg ezekkel a fogalmakkal. Az egyik az egy szenvedést és az állat pusztulását kélyesen élvező tevékenység, a másik pedig én szerintem egy teljesen jogszerűen és szabályozott kereteken belül művelt tevékenység, aminek a célja nem csak a vad elejtése, hanem az, amiről mi itt szoktunk beszélgetni, hanem az ezt ölelő, az ezt övező nagyon sokféle tevékenység. Hát szerintem az elkötelezett állatvédőket biztosan nem győztük meg most ezzel, úgyhogy inkább maradjunk a természet szereteténél. Most már, hogy jön a tavasz és egyre szebb az erdő, azt mondom, hogy mindenki látogasson ki, sétálgasson, élvezze, hogy milyen gyönyörű, és vigyázzon az ott élőkre. Köszönöm, hogy eljöttél, és elmondtad a véleményedet. Köszönöm szépen én is.